Istentől megáldott, boldog, békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok a Kecskeméti televízió nézőinek, innen a Görög Kápolnából. Ma van 2019. január 1 -e, és én a Kolosszai Levél második fejezetéből hoztam néhány gondolatot erre a szép napra. Így ír Pálapostól. Vigyázzatok, hogy senki félre nevezessen benneteket bölcsességgel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és a világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson. Mert benne lakik testi formában az Istenség egész teljessége. Benne lettetek ennek a teljességnek részesei. Ő mindennek, a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak is a feje. Benne vagytok körülmetélve, nem kézzel, hanem az érzékies test levetésével, a Krisztusi körülmetéléssel. Ugye többször fönhangzott éjfél után már mindenkinél, ez a szép, jó kívánság, boldog új évet kívánok. De vajon mitől lesz ez az új esztendő boldog? Mitől lesz boldog az egész időszak? Mikor boldog az ember? Új év kezdetén úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodni ezeken. És a válasz talán nagyon egyszerű. Akkor leszünk igazán boldogok, ha gazdag a lelkünk. Ha felül tudunk emelkedni a vegetáció a túlélés a gyönyör ezer visszahúzó egyoldalú kínálataitól, és mi adja a boldogságot. Lehet, hogy a tudomány, a művészet, de a legnagyobb boldogságot a szeretet, a természet feletti adja számunkra. Jézus névadásával kezdődik nálunk görög katolikusoknál az esztendő. Ő adjon nevet életünknek és ennek az egész esztendőnek. Biztos került már a kedves testvérek kezébe olyan könyv, amiben benne volt ez a két betű. A. D. Vagyis Anno Domini. Az Úr esztendeje. Ez az év nem a miénk, hanem az Úré. Akkor tudjuk legjobban használni, ha vele használjuk. Az év vége és az új év beköszöntése mindig alkalmat ad arra, hogy értékeljük a múltat és tervezzük a jövőt. Természetesen a hívő ember tudja, hogy az idő és az örökkévalóság ura maga az Isten, és hogy a jövője az ő kezébe van. De azért szembesülnünk kell a saját felelősségünkkel és küldetésünkkel is. Olyan évelőtt állunk, amikor újra választások lesznek, és már hónapok óta dübörög a kampány. Ígéretek halmaza, mint hogyan akarunk megoldani, vagy akarnak megoldani helyettünk mások. Nem Isten soha nem ígér nekünk olyat, hogy ő oldja meg helyettünk az életünk problémáit. Nem ígér könnyű jövőt, áldozathozatal, kitartó kötelesség teljesítés nélkül. Isten arra hív meg, hogy legyünk felelősek és munkatársai. Legyünk felelősek a világ, az ember, a társadalom személyében, jobb átételében, különösen pedig a saját boldogságunk és a ránk emberek boldogságának a munkálásában a minap a jászolban fekvő csecsemő Emánuát láttuk, emberi szokás szerint prójába takarva, de az angyalok szent seregétől Istenként dicsőítve. Ma látjuk Krisztust engedelmeskedni a mózasi törvénynek, sőt, a törvényhozó Istent, mint emberré lett, alávetette magát a törvénynek. Milyen szépen fogalmaz Pálapostal a Filippi levélben. Megalázta magát, engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ma arra a szent pillanatra emlékezünk, amikor a kisded Jézus megkapta a nevét. Egyházunk ezáltal az egész esztendőben a homlokára ezt a hatalmas nevet írja, az ő neve kísérje útjunkat az új esztendőben, és legyen számunkra olyan varázsége, amely minden rossznak ellenáll. Ezzel a meggyőződéssel fogadjuk mi és Jézus kezéből az Úr kegyelmének esztendejét, így zengve a szívünkben a jól ismert 66. Zsoltár szavait. Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse fölreánk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk. Így kívánok én a kedves televízió nézőinek, békés, boldog, Isten által megáldott új esztendőt magam és a görög katolikus egyházunk nevében. Amen.